Viharos időket élünk. Hol az ég dörög fölöttünk, hol csapkodnak a villámok, tombol a szélvihar, máskor patakok és folyók hagyják el medreiket, pusztítás és kár mindenfelé. A természet tükröt tart felénk, emberek felé. Tükröt tart, hogy meglássuk, miként teszünk mi a természet ellenére, és miként teszünk egymás ellenére. Háborúkkal, pusztítással és kicsinyes bosszukkal. Kedves kaposváriak! Szent István ünnepén az egységre, a békére, az összefogásra, a nemzet gyarapodására figyelünk. És bizony, figyelhetne Európa is. Szent királyunk volt ugyanis az első az egyházszakadás, vagyis 1054 óta, akit személyében szentként ismer el a nyugati és a keleti keresztény egyház is. Nagyszerű férfiú volt. Nem saját királyságát, hanem nemzete érdekeit tartotta szem előtt. Szigorú törvényekkel és méltányos regulákkal teremtett erős országot Európa közepén. Befogadta, akit befogadni érdemes volt, és fiához, Imre herceghez intézett intelmeivel, csendes szóval tanította évszázadok magyarjait. Bizony, meghallhatná szavait a hatalmas Európa is. Figyelhetné, hogy lehet erős országot, erős egységes nemzetet teremteni, mert hogy az erős ország és az erős nemzet nem gyengíti Európát, hanem erősíti azt. Amint az a magunk példáján is látszik. 30 évnél is régebben láttunk hozzá közös életünk megteremtéséhez. Méltón magyarokhoz, méltón európaiakhoz, és méltón magunkhoz, eleinkhez. Méltón Kaposvárhoz. Kedves kaposváriak! Egy évvel ezelőtt azt kértem magunktól itt, hogy erősítsük meg egymást. A bajok közepette is álljunk egyenes gerinccel, és küzdjünk mindazért, ami fontos számunkra. Így cselekedtünk. Helyén volt az eszünk, helyén a szívünk. Maradtunk magunkban is békepártiak, nem küldtünk a harcmezőkre magyar és kaposvári fiúkat, nem küldtünk halált okozó fegyvereket. De ott voltunk, ahol segíteni kellett. Ott voltunk cselekedettel, jó szándékkal, anyagi és lelki javakkal, bátorítással és biztonsággal. És miközben Európa a háborúhoz asszisztál, addig hazánk az elmúlt másfél évben több mint 1 millió ukrán menekültet fogadott. Hajlékot nyújtottunk, enni adtunk, megteremtettük a gyermekek óvodai és iskolai nevelését. És így cselekedtünk mi, kaposváriak is. Nem csak beszéltünk a békéről, hanem tettünk és teszünk is érte. Hiszem, Szent Királyunk büszke lehet ránk, amit tettünk, méltó az ő szentségéhez. Kedves ünneplők! Számvetésünkből nem maradhat ki, hogy Kaposvár jeles évfordulót ünnepel az idén. 150 éve nyert el városunk a szabad önrendelkezés jogát. A jogot, hogy aként rendezhessük be a közös életünket, ahogyan mi szeretnénk. A jogot és lehetőséget arra, hogy Kaposvár olyan helye lehessen a világnak, ahol igazán otthon érezhetjük magunkat. Hiszem, hogy városunk másfél száz esztendeje, sőt, egész története része a szűzanya oltalmába ajánlott 1000 éves Szent Istváni országnak, és szerves része az egykori királyi akaratnak. Az óhajnak, hogy a magyarok államalkotó népként legyenek jelen a Kárpát-medencében az idők végezetéig. Mi a magunk részét eddig is vállaltuk, és ezután is vállalni fogunk. Itt állunk, másképp nem tehetünk. A legjobb szándékkal, felelősségünk tudatában építjük városunkat. Itt tett Eszterházy Pál nádor is, amikor 1712-ben letelepedési engedélyt adott birtokain. Miként Németh István polgármester is az előző századfordulón bebizonyította és megtanította az utókort arra,
hogy tucatnyinál alig több esztendő alatt is lehet évszázados jelentőségű városfejlesztést végrehajtani. És Kaposvári Vétek György, ő egyike volt azoknak, akik megtanítottak bennünket arra, hogy a reménytelenségből, a legnehezebb és látszólag kilátástalan helyzetekből is fel lehet állni. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, csupán néhány jeles szemét említettem. Ám mögöttük is ott voltak a kaposvári emberek, akik bizalmat szavaztak a kaposvári jövőnek, akik itt éltek, itt dolgoztak, itt nevelték a gyermekeiket, akik építették és óvták e várost. Jeles ünnepünkön épp hogy szeretettel és tisztelettel emlékezem rájuk, és hívom meg valamennyiük emlékezetébe őket, mint amilyen hálás szívvel mondok köszönetet önöknek. Mert büszkék lehetünk arra, amit mi együtt értünk el. Amikor merhettünk és akarhattunk is többet a puszta megmaradásnál. Hitem szerint erre most is lehetőségünk van. Nem kérdés, hogy meg lehet csinálni. Nem kérdés az sem, hogy lehet a legjobbnak lenni. Hogy valóban meg lehet nyerni az álmokat, bizony meg lehet nyerni a jelen nagy kihívásait, és meg lehet nyerni a jövőt is. Kedves kaposváriak, kedves barátaim, nem lehet hát kisebb a célunk, mint hogy helyt eljünk. Mi a csúcsra tartunk, oda akarjuk feljuttatni városunkat. Higgyük el, ha megtesszük, ami módunkban áll, ha erőnk szerint küzdünk, akkor imáink is meghallgattatnak odafent. A pusztító viharok elcsitulnak, hogy aztán újra kiderülhessen az ég Európa felett. Mert az ember nem csak pusztítani tud, hanem építeni és gyarapítani is. Mi itt, Kaposváron erre szegődtünk. Isten éltesse Magyarországot, Isten éltesse Kaposvárt, Isten óvja az országvédő és országépítő magyarokat.